Újra itt, újra együtt a Dalnokok Ligájában. Lássuk, hogy az ötödik forduló után melyik csapatnak volt a legaktívabb a rajongótábora. Nézzük a telefonálók eredményét. Az ötödik forduló után a közönség szavazatokért vívott küzdelem élén továbbra is a Fiesta áll 11.654 szavazattal. A fiúkat a Romantik követi 11.195 jelöléssel. Szorosan utánuk a Nox következik, rájuk 10.903-an voksoltak. Ne feledjék, csak önökön múlik, ki lesz az A csoport negyedik befutója. Kedvenceik, várják szavazataikat! A következő mérkőzés két résztvevője ismét egyenlő eséllyel indul itt a Dalnokok Ligájában, és most még a felállás is stimmel, egy férfi és két nő, Szikora Robi és az ő Ergo Gidái következnek, valamint Győző, Katinka és Zsuzsi, azaz a Romantik. De műfaj, meghatározás és dal nélkül egy tapottat sem mondhatnám, egy hangot sem teszünk, műfaj, ez esetben a techno, a dal pedig Tibi, te Bitang, ó. A témába érkezik Sipos Jenő, a VPOP szóvivője. Köszöntelek, Jenő. A helyzet, hogy egy kapóra jöttél, már ne is haragudj, én holnap utazom külföldre, nem árulom el, hogy hová. Milyen fogadtatásban részesülhetek én speciálisan a határon? Nagyon kedves fogadtatásban. Ha egy évvel később mennél, akkor természetesen már vámos sem látnál a határon, nem simán átmehetnél, de így, hogy szóltál, majd odafigyelünk, úgyhogy nem lesz semmi probléma, se kifele, se visszafele. Köszönöm szépen, akkor az emlékeztető képen áruljuk el, hogy néz ki egy magyar vámos, ha le tudnád írni. Udvarias, kedves, több nyelven beszélő, és néha belenéz azért a csomagokba is, hogy mit visznek ki, és mit hoznak be. Hát ez a kötelessége. Természetesen ez az tartozik még, hogy amit ugye elvesznek, azért valahol vissza is lehet szerezni, tehát ami elmegy a vámon, az visszajöhet a réven. A téma tehát, ami elment a vámon, visszajön a réven. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Foglal helyet a zsűriben! Most tehát azonnal érkezik Szikora Robi és az Ergo Gidák. Győzike, az a nagy titok, hogy miszlik leszedjük a Romantikot! Köszönöm!
a stúdióban Szikora Robi és az Ergo Gidák. Köszönjük szépen! Hát Szikora Robiék igencsak feladták a leckét a következő hármas befutónak. Jöjjön, lássuk a romantikot! Ma bankot fogunk robbantani, és ez ellened lesz fegyvertény. Tudom, hogy kerüljük meg tétjeiket. És egy kőkemény techno. Mi pedig felhevült izgalmi állapotban várjuk a zsűri döntését. Megmondom őszintén, nincsenek könnyű helyzetben. Már csak azért sem vagyunk könnyű helyzetben, mert most azt hiszem, hogy jól jön a zsűribe egy 14 éves, aki igazán magáénak érzi ezt a műfajt, és minden nap együtt lüktet vele. Viszont van a zsűriben valaki, Kisvári Feri, aki ugye a tempó felelőse, hiszen maga is dobos, és ennél a műfajnál azt hiszem, hogy a tempó az egyik sarokot. Hát igen, ezt jól látod, bár mélyebbre ne ásunk szerintem, mert én személy szerint egy múltkori adásban már megemlítettem, hogy mennyire áll tőlem távol a technó. Akkor sem tudtam, most sem tudom megmondani. A Robiék mindenképpen szerencsésebb őrjöngést választottak ebben az esetben, tehát egy annyira a határát, vagy annyira a határát súrolták már a tempónak, amit egy komputerből ki lehet hozni hangszerelésképpen, hogy ez mindenképpen garancia az őrültségre. Mert mondom, visszautalok arra, hogy gyakorlatilag, amikor ezek a zenék, vagy a lemezjátszó akár megjelent a hangszerelésben, én aznap gyújtottam meg először a dobfelszerelésemet, a zenét lassan temetve.
Ehhez képest ők megfelelő szuggesztivitással és fantasztikusan lehengerlő előadós móddal próbálták ezt azért velem elhitetni. Meg kell, hogy mondjam, Robi, először látok olyat a produkciódban, hogy önmagadnak teremtettél konkurenciát. A jobboldali lemezjátszós gidára gondolok. Az valami fantasztikusan frenetikus volt, ahogy lemezjátszódott, eladta ez a levegő légykara, tehát rosszul voltunk a Feróval, nagyon-nagyon ügyes Zsófi. Volt. Köszönöm szépen, Zsófi. Azt hiszem, hogy a különbség a tempóban annak is a dilemmája, hogy ki mennyire merte letojni az eredeti Tibite Bitangú lassú, ilyen sanzonos... Hát igen, van egy ilyen mondás, hogy lassú szám nem fáj fejem. Tehát ez... Ehhez képest. E tekintetben a győzőik jobban ragasz, jobban kötöttek az eredetihez, a Robiék viszont egy egyszerű meccéssel torkon vágták. Igen, hát Cosmix Laláék bevált receptjét beváltották újra, és azt hiszem mindenki őrült örömére bemutatták. Karis doktor jelentkezik erősen. Robiék szövegírója egy kis arszpoetikát rejtett el a szövegben. Ha nem szól semmiről a dal, akkor techno, ezt ő maximálisan hozta. Ők megvalósították a feladatot, hogy ami elment a vámon, visszajön a réven. Tehát nem szól ugyan semmiről, ellenben olyan elementáris erővel szól, hogy én is elkezdtem táncolni, pedig én tulajdonképpen ezt a zenét hivatalból kell utáljam, mert analóg zenész vagyok. És mégis olyan erővel jött, hogy azt mondtam, hogy iszom egyet, ezt megyek én is. Akár a bumerang. Mikor győzőnek a szerkóját először megláttam, akkor nekem egy kicsit Michael Jacksonos feelinget árasztott az overall. Egy ilyen Antonio Banderasos hajviselette, ami viszont a győzőt kimondott... Bocsánat, hagyd szóljak közben. Brooklyn Bounce stílus esetleg? Igen, épp azt akartam mondani, azt akartam folytatni, hogy de ők a romantik csapat egy ilyen klipszerű dolgot hoztak. Videóklipekben ugye általában a sztoriról szól a történet, és itt egy olyan sztorit hoztak, amikor egy kemény gangster sávó bemegy egy klubba és szétver mindent, és nagyon jól asszisztált a két Matrix jelmezbe bújtatott Domina hölgy neki egyébként. Jó. És ami még külön kiemelendő tényleg az, hogy a győzőnek a színpadi mozgása az elkábrázható volt hátul, az a szeletelős, az tipikus. Karis doktor, és ha már filmeket emlegettünk, akkor azért az a lőfegyverré változó Mankó, ez a macskajaj legszebb pillanatait is idézte nekem, amivel nagyon meg voltam elégedve. Viszont egy paradoxonra a szövegbe felhívnám a figyelmet, hogy szerintem ez a nem létező dolog, a nagy gengszter, aki mint a férj, ez még talán igen, de hogy 7:30-ra hazaér. Hát van ilyen is, egy egyenes feleség kérdése, nem? Reggel. Határozott feleség kérdése, nem? Igen, mert este 19:30 lenne, ugye Győző? Tessék, köszönöm. Akkor visszavonom. Na most vannak úgynevezett rokon műfajok, speciál az opera és a techno nem azok. Jól érzem, Clio? Teljesen jól érzed, és meg kell mondanom őszintén, hogy tényleg a techno ez az egyetlen zenei stílus, ami utálom. Mert tényleg semmiről nem szól, és állandóan ezt énekelt és ugrabugrált a kedves Robi. És benne az a jó, hogy ez a kemény tánc és a fergetes tempo szünet nélkül, és kalóriás zsiregetésre való. És most, hogy jön a nyár, ez nagyon jó mindannyiunknak. Főleg a zsírégetés akkor működik, hogyha egy ilyen Pirx kapitánytól kölcsönző szkafanderrel társul. Igen, végig lélegző anyag. Annyira Pirx-szerű volt az olyan, mert én végig arra vártam, hogy beszáll egy kávéfőzőbe és elrepül. Mi volt az a feszültségforrás, ami miatt a gumicsirkét mellé azt a csibét is beszerezted magadnak levezetésre? Én közben folyamatosan attól rettegek, hogy a csirke a Feró elé kerül, és azért ennek van történet. Én rettegek. Az elmúlt adásban csipegetős, mert hát nagyon jól lehetett ma vele illusztrálni, de most is a Robiék tempójához nagyon jól bólogatott. Sipos urat kérdezem, hogy ő elvámolta-e a két produkciót a maga részéről? Maximálisan elvámoltam, és meg is vagyok lepődve magamon, mert csatlakoznék több előttem szólóhoz, akik azt mondták, hogy a techno az sehova nem sorolható és hallgathatatlan műfaj. Én a közönség reakciójából azt mértem le, hogy igenis tetszett a produkció, mind a két produkció, és az én döntésem egy hajszálon fog múlni majd a későbbiekben. Na, hát hölgyeim és uraim, hajszál aki jobbra vagy balra, ez mindjárt el fog dőlni, de nyilván kialakult egyfajta szimpátia a nézőkben is. Így van, és ugye a hatodik adás tájéken, pontosan a hatodik adás elején, közepén, kinek hogy tetszik, meg kell köszönjem a nézőknek azt a sok-sok levelet, amit nekünk küldenek. Hát elég érdekes válfajukat vonultatnak, azaz sokan Kisvári Ferenctől kérnek egy szótárt, miszerint értelmezhessék, amiről beszél, sokan súlyzókat kérnek Fekete Laci barátomtól, na ezeket nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni,
viszont azokat az ajándékokat mindenféleképpen, amiket nyerhetnek, ha szavaznak, kedvencükre. Tudják, minden csapathoz, minden előadóhoz tartozik egy szimpátia vonal, ezt fel kell hívni, és szavazni a kedvencükre, hogy negyedikként tovább juttathassák őket, és akkor épp azokat az ajándékokat nyerhetik, melyet épp most a Mellkasomon láthatnak, éppen futószalag szerűen, amint nevezesse önöket félre, mert már is kapcsoljuk újra vissza a zsűrit Gundel Takács Gáborral. Most kaptunk egyébként egy táviratot, amiben nyugágyat kértek a Leventéhez, de ezzel most lépjünk túl. Nos, a zsűri tagokat kérdezem, tehát Szikora Robi és az Ergo Gidák, vagy Romantik? Hát akkor, hölgyeim és uraim, halljuk, hogy ki kire szavazott, miközben a két együttes egymásba bolondult. Új Péter! Engem Szikora energiája lenyűgözött. 1-0! Egy György! 2-0! 2-0, Feró! 3. 3. Kisvári Ferenc. Megmondom őszintén, ezúttal a tempóválasztás győzött le titeket győző. Nagyon nehezen döntöttem, egyszerre próbáltam nyomni mind a két gombot, de a Szikora. De a kezére vettem. Igen, a Szikora. 4-0. Szabó Ági. Ezzel én is így voltam, de nekem a másik gombot sikerült nyomnom, Romantik. Romantik. 4-1. Herceg Zoli. Prince kapitány. Prince kapitány, azaz Szikora? Igen. Szikora Robi, 5-1. Clio. Nagyon nehéz volt, gyerekek, higgyetek. Szikora Robi. Szikora Robi, 6-1. Karis doktor. Nálam győzikéjék győztek. 6-2. Fekete Laci. Mindenkitől elnézést kérek, Romantik. Romantik, 6-3. Sipos Jenő. Senkitől nem kérek elnézést, tényleg csak hajszál híján, de Romantik. Óriási küzdelemben, 6-4 arányban győzött Szikora Robi és az Ergo Gidák. Így a hatodik adásban igen gyakran már keverednek a műfajok, keverednek az előadók, de a következő összecsapás biztos, hogy érdekesnek ígérkezik, mert hogy a tapasztalt Mari Zsuzsi mér, illetve csap össze a lendületes Groovehouse-zal. A műfaj gimnázium éveim egyik kedvence a blues, és amiből olyan sokat feleltünk énekórán egy nagyon szép magyar népdal, Csillagok, csillagok. A téma feladója pedig egy ízig, vérig művész, kinek a szakmája bűvész. Ungár Anikó következik. Köszöntünk, én meglepődtem, hogy csak így puritán módon lejöttél a lépcsőn, gondoltam, hogy valahogy így leereszkedsz ide, igen, közénk vagy valami hasonló. Tegnap délután ebédeltem David Copperfield-el, és azt mondta, hogy ugye, hát nagyon sok embert elvarázsoltál már, but most olyan speciális előadás módban részesíted a nagy érdeműt, amit csak te tudsz nekünk elmondani. Mi is ez? Egy fehér hegedűt lebegtetek, amely aztán eltűnik, és saját magától bejön, sőt, meg is hajol, megköszöni a tapsot. Mint az illedelmes fehér hegedű, ugye? És azt minek a keretén belül, hol lehet ezt esetleg látni? Gyakorlatilag egy német társaságnak a három hajója úszik a Dunán. Minden városban más-más műsort kapnak. Gondolom Fekete Erdőnél megálltok, egy kicsit Birkman professzorral elbeszélgettek, majd utána kisvártatva ugye jöttök vissza, de én úgy tudom, nem csak ugye ezzel a hegedű mutatvánnyal vagy ott jelen, hanem akár mint moderátor, vagy konferálsz, vagy műsort vezetsz. Végigvezetem a műsort, és ezt a hegedűt lebegtetem. Szóval akkor aktunk, mi lesz a téma, mi az, amit hoztál az előadóknak? Hát jellegzetes a témám. Mit rejt a fekete doboz? Köszönjük szépen a téma, tehát mit rejt a fekete doboz? Köszönjük szépen, Anikó. Fekete Laci mellé légy, hogy kedves, varázsold oda magad. És hát következik nagy nap kedvencem, Mari Zsuzsi. Ropog a fogam alatt! We'll be right back.
édes babám, csókolom a szádat. Itt vagyok, lehet minusz 20 fok. Nevem Mari Hendrix, akit velem szúztak. Nem szúztok engem, akármit is húztok. Húzzatok el innen, mert az enyém húztak. Amíg a zsűri gondolkodik és Mari Zsuzsi pihenet, önök is szusszanhatnak egy picit, de már jó előre szólok, hogy a reklámra való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Nem sokára láthatják Zsuzsi ellenfeleit is. Nem lesz könnyű dolga Judinak és Zsoltinak, ha a Groove House akarja hazavinni azt a 3 pontot. Később pedig a színpadon lesz a Nox és ellenfeleik Ricsi és Kuka, azaz a kannibálok, akik a táncdalfesztiválok hangulatát idézik majd fel.